Ismét felfüggesztette a Párbeszéd és a Momentum költségvetési pénzeit az állami számvevőszék. Egyúttal költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést is tettek a pártok ellen. Az ÁSZ szerint erre azért volt szükség, mert a két párt nem teljesítette az elszámolással kapcsolatos törvényi kötelezettségeit. Ezzel szemben a Párbeszéd és a Momentum is azt állítja, minden szükséges dokumentumot eljuttattak a számvevőszékhez, és továbbra is nyitottak a vizsgálatra. Tartós élelmiszereket és tűzifát vitt rászoruló családoknak decemberben a Párbeszéd, csak úgy, mint a választási kampányban. Ezeket saját forrásból, kis adományokból vásárolta a párt. A képviselők szerint körülbelül 5 millió forint értékben. Állami kampánytámogatást ugyanis nem vettek fel a választásra. Mi az ezzel kapcsolatos elszámolásunkat törvényszerűen tavaly május végén közzétettük a magyar közlönyben. A Párbeszéd azt állítja, az állami számvevőszék csupán egy költözéskor át nem vett levél miatt szankcionálja most a pártot, holott azóta minden szükséges iratot eljuttattak az ÁSZ-hoz. Ezeket a dokumentumokat már december 10-én leadtuk az állami számvevőszéknek. Az ÁSZ azonban a Párbeszéd szerint ezeket a dokumentumokat azóta sem vizsgálta meg. A kezemben lévő tértivevény bizonyítja, hogy november 9-én az állami számvevőszék átvette ezt a tételes listát, és átvett mindent, amit szerintünk be kellett szolgáltatni. Szintén egy paksaméta irattal igazolja pártja állításait a Momentum szóvivője, akinek sajtótájékoztatóját az állami számvevőszék kommunikációs vezetője is végighallgatta. Miért gondolja, hogy a Momentum, hogy neki nem kell betartani a törvényt? Ahogy elmondtam, maximálisan törekszünk minden törvénynek a betartására. Horváth Bálint szerint azonban a Párbeszéd és a Momentum sincs tisztában a törvényi előírásokkal. Az ÁSZ megállapításai alapján jelenleg nem igazolt az, hogy a pártnál biztosítottak a törvényes gazdálkodásnak a feltételei, hiszen az ellenőrzés során nem adtak át erre vonatkozó adatokat megfelelő időben a számvevőszéknek. A Momentum azonban nem érti, miért vádolja tisztességtelenséggel a pártot az ÁSZ valódi vizsgálat nélkül. A számvevőszék Momentumra vonatkozó jelentése a Transparency International jogi igazgatója szerint sem tartalmaz olyan adatokat, amelyekből kiderülhetne, mire alapozza az ÁSZ a következtetéseit. Ligeti Miklós szerint a számvevőszéknek minden párt a kormánypártok esetében is hasonló alapossággal kellene eljárnia. Jelenleg ugyanis sem a pártoknak a kampányköltései, sem egyébként úgy általában a pártok gazdálkodása, sem pedig a számvevőszéknek a pártok pénzügyeit vizsgáló tevékenysége nem eléggé átlátható és nem eléggé számon kérhető. Az állami számvevőszék szerint, ha a pártok megnyugtató módon eleget tesznek a törvényi kötelezettségeiknek, akkor az ÁSZ visszavonja a támogatás felfüggesztését.